A társasjátékos világ hatalmas, évente rengeteg játék jelenik meg, és bizony előfordul, hogy játékok egymással bizonyos hasonlóságot mutatnak. Ezeket a játékokat ikerjátékoknak is szokták nevezni, ezekkel fogok most foglalkozni. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk Club. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Nagyon fontosnak tartom, így rögtön a videó elején hangsúlyozni, hogy nem szeretnék ajánlást tenni, hogy ezt válasz vagy ezt válasz. Olyan ikerpárokat tettem fel erre a listára, amik mind a kettő eleme nagyon jó hasonlóság van, de mind a kettő remek, és szerintem bármelyiket választod, nem döntesz rosszul, mert nagyon hasonló dolgot keresnek, icipici eltérésekkel, úgyhogy ebben a videóban, hogyha azt keresed, hogy ebből a kettőből ezt választ, akkor nem biztos, hogy a legjobb videót nézed. Alapvetően mind jelenséggel szeretnék foglalkozni, milyen szép és érdekes az, hogy van, aki játékok, amik hasonló dolgot keresnek, csak mindenki a maga módján. De hát akkor mégis mi alapján válasszam ki, hogy nekem melyik tetszik? Javaslom, hogy a személyes ízlésed alapján. Kóstold meg mind a kettőt, és bár olyan hatalmas nagy különbségek nem lesznek, de tuti, hogy mellékízében, hatásában, asztalképében, érzetében érzel majd különbséget, és ez alapján te magad majd el tudod dönteni, hogy számodra melyik lesz kedvesebb. Sagrada Azul, két zseniális játékról beszélünk. Mind a kettő egy bizonyos draft rendszeren keresztül a játékosnak ad alkatrészeket, amit a játékos egy táblázatszerű rendszerbe épít be. Nagyon lógott a levegőben az összehasonlítás. Az Sagrada esetében dobókockákat dobunk ki, és a draftból választunk, játékos a körében elvesz kockákat, és egy nagyon laza beillesztési szabályt követően a kis káprázatosan szép asztalképpel dolgozó, ilyen római katolikus ablakrendszerbe illeszti be, kártya felcsapott pontozásnak megfelelően. Jó, nagyon jó az egymásra hatásunk, inkább a többiek elől veszek el. Én az interakciót az Azul esetében egy picit szigorúbbnak érzem, mert az Azul aktívan dolgozik mínuszpontokkal. Ott nem színes kis jópofa pöttyökkel rendelkező dobókockákról, hanem ilyen bakelit hatású csempékről van szó, és ott is van egy ilyen szűrő rendszer, mint egy ilyen zsilip rendszeren kell átvinni a játékosnak ahhoz, hogy be tudja építeni a saját rendszerébe, és megpróbál a lehető legtöbb pontot írni, mert a lent lévő csempék a későbbiekben ugyanúgy pontoznak majd, úgyhogy eljárásában, mechanizmusában, flójában nagyon hasonló. Nekem az Azul picit nagyobb eleganciát ért el, letisztultabb, kevesebb alkatrészkészlettel, míg a Sagrada használja ezeket a cseppeket, hogy a különleges képességeket tudjam használni. Maga az eljárás is picit körülményesebb, a setup hosszabb. Az Azul nekem egy letisztultabb asztalképpel dolgozik. Ha választanom kéne, nagy bajban lennék a két játék közül. Nagyon hasonló dolgot keres, nagyon hasonló eredménnyel. A következő pár a Fedőnevek és a Kódfejtő. A Fedőnevek évjátéka díjas játék, Vlada Flatyanak a játéka. A cseh társasjáték szerző elképesztően komplex játékokat csinált, ehhez képest a Fedőnevek egy nagyon letisztult szójáték, csapatok dolgoznak azért, hogy csak is a csapattársamnak segítsek, és bizonyos ügynököket nevezzek meg összefoglaló, összehívó szó alapján, és nagyon érdekes, nagyon hasonló, ilyen 70-es, 80-as évek stílusjából dolgozó a Decrypto, a Kódfejtő, amelyben próbálok nem az ellenfél csapatának segíteni. Mind a kettő csapatjáték, mind a kettő masszívan szójáték, üzengetésen alapul, de hogyha valaki kipróbálta két játékot, ezt leszámítva nagyon más hatású, a Decryptónál szerintem nagyobb a ráhatása a másik csapatra, mert ott a lehallgatás, ez a hidegháborús lefülelek, a poloskákat helyeztem, és ezt hogy értette, ezt úgy értette, mit kössek össze, a hangulat szerintem domborodik, az eszközkészlet a Decryptónak szerintem izgalmasabb. A Fedőneveknek a tanítása picit könnyebb, ott azt érzem, hogy a játék lényegét, magját könnyebb átadni, az alkatrészkészlet is egyszerűséget kommunikál, nincs szükség a játéknak papírra, hogy ott jegyzeteljünk. Egyik sem jobb-rosszabb, más eszközökkel, más csatornán éri el azt a bizonyos játékkalandot, amit ígér. Azt a mindenségét, de sok levelet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy melyiket választom, a Splendort vagy a Centurit. Mind a kettő a mechanizmus építéssel foglalkozik. Tablót építünk, a Splendor esetében kártyákat gyűjtögetek, hogy a későbbi kártyák olcsóbbak legyenek, és minél kevesebbet kell ilyen korongot, ilyen kis zsetont felvegyek, hogy el tudjak venni kártyákat. Mind a kettő adótermészetű játék, de bizonyos szempontból, hogyha van furcsa iker, akkor ők azok, mert a mechanizmus is más, és igazából a game flow-ja hatása is más. Míg a Centurinál alapvetően a csereberélgetés, a csere motívum nagyon fontos, az átváltás, hogy minden egyes lapommal próbálja meg a készletemet értékesíteni,
valamely célkártya érdekében történik a laplejátszások. Nekem a Concordiához hasonló, az összes lapomat látom, lejátszogatom a kártyáimat, amikor úgy érzem, hogy vissza akarom venni, akkor azt mondom, hogy passz, és visszaveszem a kezemet, és ismét rengeteg lehetőségem van. Addig a Centuri esetében alapvetően tablóépítés mechanizmus van, úgyhogy nagyon sokan kérdeztetek rá, hogy melyik játékot érdemesebb, a Centurit, esetleg a Splendort. A mechanizmus építése közös, az, hogy valamilyen kis rendszert épít a játékos, olcsósít, különleges képességeket vásárolgat magának, de ezt leszámítva meglehetősen különböző játékokról beszélünk. Uwe Rosenberg nagyon sok munkás elv lehelyezős játékot készít, és az egyik legelső nagyon fontos alapmű tőle az Agricola című játék. Ez egy gazdasági játék, a játékosok a pestis járványt követően egy pici gazdaságot próbálnak meg felépíteni. Szűk és nagyon fontos jelenség a mesterségkártyák, amik determinálják a játék újrajátszhatóságát. Akár a klasszikus játékkal játszhatok, de a felújított változat, a csökkentett mesterségkártya poklövő is nagy-nagy lehetőségeket nyit ki a játékosoknak, és valamiért a mester szükségét érezte annak, hogy a játék legyen nehéz. És a későbbiekben lazít ezen a nehézségen, és megjelent a Caverna című játéka, nagyobb doboz és teljesen mást keres. És nagyon sokan adekvátnak tartották az összehasonlítást, hogy oké, akkor az Agricolát vagy a Cavernát. Ugyanaz a szerző, ugyanaz az alapmechanizmus, ugyanaz az építkezés rendszer, a játékos magát egy pici kis gazdaságot üzemeltet, de az egyik mesterségkártyákkal oldja meg, a Caverna pedig a minden látható, rengeteg szoba van, és a játékos a szobákkal ad magának különleges képességeket, lehetőségeket. Mind a kettő elképesztően gazdag, az egyik ezt egy picit zártabb, nehezebb köntösben tálalja, a Caverna gazdagabb lehetőségekkel. Az Agricola megjelent egyébként magyarul, hogyha tudni szeretnétek, hogy mi fánterem az igazi eurótípusú játék, ahol minden egyes pontért kimegyek a kertbe ásni a kertet, akkor az Agricolát mindenképpen próbáljátok ki. Sajnos a Caverna nem jelent meg magyarul, ez egy picit komplexebb játék, több a szabály, több az alkatrész, nagyobb az asztalkép, nagyon hasonló a flow, és szerintem, hogyha szeretnétek tudni, hogy milyen is egy igazi gazdasági, munkás elhelyezős, eurótípusú játék, próbáljátok ki mindkettőt. Ha már azonos a szerző, akkor mindenképpen szeretnék beszélni a Tolkien Teotihuacán együttállásról. Daniel lett a Csíni mester, a Tolkien esetében Simon Lucianival csináltak egy dinamikus, munkás, lehelyezős euró csodát, melyben ilyen közép-amerikai fogaskerekek forognak egymáshoz, és mindenféle ilyen mezó benszülött törzseknek különleges képességeit használjuk, és maradt a téma, maradt a munkás mozgatás, és elkészült a Teotihuacán. Nagyon sok a hasonlóság, a templom sávokon megpróbálunk fölfele haladni, maga az egész setting, maga az egész hatás, az alkatrészkészlet is sok-sok rímelést mutat, de ezt leszámítva nagyon más size-ről van szó. A műfaj azonos, de hasonlónak gondolnám, mint amikor John Woo készít egy akciófilmet. Ő akciófilmes. Danielről elmondható, hogy nagyon szereti a játékosokat komoly gondolkodós helyzetbe hozni. Nagyon dolgozik a kogníció. Mind a két játék esetében nagyon fontos a ritmus. A Tolkienban is, hogy időzítek munkást, illetve azoknak az akcióját. Itt is a Teotihuacánban is bevárnak kockák egymást. A kockák bevárják egymást, hogy minél hatékonyabban tudjak egy bizonyos akciót végrehajtani, mert rettetesen agyalós, eurótípusú, gondolkodós játékról van szó, amely nagyon szépen hozza a mester stílusát. A Teotihuacán szerintem egy picit bonyolultabb, haladóbb játékosokat kér, sokkal több az adminisztráció, szerintem egy picit tanítani is nyakatekertebb a Teotihuacánt, de mindkét játék esetében varázslatról van szó, aki, hogyha szereti a műfajt, akkor kimondom, kihagyhatatlan. Hadara, 7 csoda. Civilizációépítős játék, 3 korban és draft mechanizmus. Szuper ikerjáték. Nagyon ügyesen oldja meg Benjamin Schwer a 3 korszakon keresztül az, hogy nagyon családi, egymásnak hagyogatunk, és picit egymást elől elveszegetünk kártyákat. Egy nagyon jó pofa nyakatekert draft rendszerrel, ez a forgatható ötszög rendszerrel oldja meg a civilizáció építést, olcsósítok magamnak kártyát, míg a 7 csoda esetében ez egy korábbi játék, és Antoine Bauza agyondíjazott játékáról van szó, amely játékos fogja a kártyákat, egyet levesz tovább, a legigazságosabb kártyaleosztás mechanizmust tette igazán népszerűvé. Szerintem egy picit konfrontatívabb, a szomszédokkal erősen vitatkozok, addig a Hadarában ez sokkal családbarátabb módon születik meg. Mind a két játék számomra nagyon szépen kifejti a civilizáció építést. Akár fél órában, hogyha jobban rágondolkodunk, akkor
egy órában megszületik számomra az, hogy én felépítek magamnak valamit, mind a kettő tablót épít, lesznek különleges képességeim, olcsóbbak lesznek kártyáim, fantasztikus varázslatos dolgokat építek fel. Számomra a hadara ezt picit családibb, szolitárebb, magamnak építgetős hangulatban hozza ezt tető alá, addig a hét csoda nagyobb interakcióval rendelkezik, nagyobb a csipkelődés. Összességében más játékról van szó. És végül, de nem utolsó sorban, a Mars terraformálását szeretném ikerjátéknak kezelni az Underwater Cities-zel. Más a mechanizmus is, a téma is, flójában, érzetében, mechanizmus építésében nagyon sok a hasonlóság. Más fogaskerekekkel ér el nagyon hasonló hatást. A Mars terraformálásában a játékosok egy közös terraformási folyamatot hajtanak végre, kártyákat pakolgatok le, különleges képességeket adok meg, masszív mechanizmus építés történik, hosszú is rövid távon. Addig az Underwater Cities-ben sokkal nagyobb a hangsúly a saját területemen, az alapmechanizmus is más, az Underwater Cities-ben munkásokat helyezek le, és bizonyos akcióhelyeket blokkolok le a többiek számára. Szerintem a Mars terraformálásában az interakció nagyobb, jobban tudok csipkelődni a többiekkel, addig az Underwater Cities-ben a klasszikus euro vonal érvényesül, hogy elveszek lehetőségeket a többiek előtt, akciódraft történik. Mindkét játék elképesztően gazdag, az Underwater Cities még témájában is mély, hogyha már Underwater Cities. Szerintem egy picit könnyebb tanítani a Mars terraformálását, hamarabb ad sikerélményt, könnyebben kommunikálható. Szerintem nagyon sokat segít a Mars terraformálásának, hogy megjelent magyarul, sokkal könnyebben kommunikálható, de szerintem, hogyha valaki kíváncsi, igazán mélyen kíváncsi arra, hogy ez a nagy egészest és több órán át tartó euróépítgetős mit tud, akkor az Underwater Cities is mindenképpen próbálja ki. Köszönjük szépen a támogatást a GameWiz társasjátékos webshopnak, és ezen játékok, amiket most említettem, ezek közül minden megtalálható náluk, ami kapott magyar megjelenést, a linkek odalent lesznek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti milyen ikerjátékokat ismertek, számtalan van, én most ezt a 7 párat szerettem volna nektek megemlíteni, esetleg, hogyha kommentben leírjátok, akkor tudunk róla beszélgetni. Bízom benne, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor kérlek dob egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többek keze is van ez a társasjátékos tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok!